Ez a videó csak is oktatási céllal jött létre, nem minősül semmilyen befektetési tanácsnak. Kérlek, olvasd el a teljes kockázati figyelmeztetést, mielőtt megnézed ezt a videót. Üdvözlök mindenkit az LTP piaci körkében, november 13-a hétfő van, elég gyorsan telik már ez a hónap is, és egy szűk hónapunk maradt jóformán a kereskedésre, ugyanis karácsony és szilveszter között már ugye sok minden nem fog történni, tehát igazából a karácsony előtti időszakig lesz igazán aktív a piac. Viszont a jó hír, hogy az év első időszaka az nagyon jó időszak szokott lenni, úgy januártól áprilisig úgy elég komolyan beszoktak indulni az árfolyamok, főleg a januári hónapban, és aztán nyáron szokott egy kicsit ugye visszaesni a forgalom, de ugye az idei évben azért volt bőven lehetőség a nyáron is kereskedni. A múlt hét a visszatesztekről szólt, ahogy ezt a hétfői videóban is említettem, ilyenkor türelmesen meg kell várni, hogy megcsinálja azokat a formációkat az árfolyam, ami a későbbi nagyobb elinduláshoz kell, és ilyenkor nem feltétlen kell erőltetni a kereskedést. Na de lássuk, milyen új lehetőségek várnak ránk a héten. Szokás szerint ugye Forex Factory oldalán kezdünk, gyorsan átnézzük a híreket, hogy mely párokra lesz érdemes koncentrálni, majd átmegyünk a chartokra, és ott megnézzük, hogy zártak a múlt heti hetes gyertyák, hol lehetnek esetleg szép fordulós alakzatok, amik lehetőséget kínálnak esetleg jó belépésekre. Így a folytatás következik a Forex Factory oldalán. És ma itt is vagyunk a Forex Factory oldalán, ugye hétfő napon kiemelt hírrel nem nagyon találkozunk, így már lapozok is tovább. A keddi napon viszont már a reggeli órákban GBP párokon lesznek kiemelt hírek, erre majd érdemes lesz figyelni, és ami igazán fontos lehet, az pedig a délutáni órákban USA dollár párokon CPI adatok, ez hozhatnak hevesebb mozgásokat, úgyhogy itt mindenképp megvárnám türelmesen a napos gyertyák zárását. Ezek a délutáni adatok akár is dönthetik a dollár további sorsát, de megyünk tovább a szerdai napra. Itt a hajnali órákban Ausztráliából és Kínából jönnek fontosabb adatok, meglátjuk, hogy ez milyen mozgásokat hoz majd a piacokra, és aztán a délelőtti órákban a GBP párokon lesz fontos CPI adat, ez hozhat hevesebb mozgásokat, és aztán a délután lesz még igazán érdekes, mert Amerikából fontos retail sales eladási adatok jönnek, úgyhogy itt megint mozgalmas lesz a délutáni időszak. Tovább haladva a csütörtöki napra sem maradunk kiemelt hírek nélkül, fontos adatokkal indul a nap, mégpedig Ausztráliából fontos munkanélküliségi adatok jönnek, és aztán a délutáni órákban szintén munkanélküliségi adatok Amerikából, úgyhogy ezek megint hozhatnak hevesebb mozgásokat. Itt azért csütörtöki napon lesz bőven hír a délutáni órákban, úgyhogy a dollárpárokra mindenképp óvatosan bánnék majd. És a pénteki napra is jut egy kiemelt hírünk, mégpedig itt a reggeli órákban fontos retail sales eladási adatok lesznek, tehát nagyjából így néz ki a hét, tehát elsősorban ugye dollár, GBP és AUD párokon jöhetnek hevesebb mozgások, és ezen belül is inkább főleg dollár párokra lesz érdemes majd figyelni. A nagy kérdés már csak az, hogy ezek közül a párok közül melyikkel lesznek majd jobb belépési lehetősége, ezt fogjuk hamarosan kideríteni, ugyanis átmegyünk a chartokra, megnézzük, hogy zártak a múlt heti hetes gyertyák, hol alakultak ki esetleg szép fordulós alakzatok, így folytatás következik az X-Station felületén. És már láthatjuk is az USA dollár index 7-es chártyát. Itt ugye fontos szintnél jár az árfolyam, egyrészt egy idei év legmagasabb pontja, ami egybeesik tulajdonképpen az utolsó legmagasabb 7-es gyártya szintjével. Két héttel ezelőtt nagyon szépen bejött az árfolyam a szintek alá, és a múlt hét tulajdonképpen a visszatesztekről szólt, de egyelőre testen ugye nem tudta átvinni ezt a szintet. Itt a kérdés csak az, hogy a héten kijövő híreknek köszönhetően folytatja tovább az útját felfelé, és a szint fölé zárva megyünk tovább a havi szint felé, vagy pedig innen lefordulva a BCD alakzatba jövünk tovább lefelé, és visszateszteljük a korábbi havi szintet. Ez most pont egy olyan időszak, amikor türelmesen meg kell várnunk, hogy egyértelmű jelzéseket kapjunk, hogy megyünk tovább felfelé, vagy pedig fordulunk erről a szintről lefelé, és amíg nincsenek egyértelmű jelzések, addig nem szabad kereskedni, mert itt jöhetnek komoly csapkodások, és ugye a dollár híreknek köszönhetően itt még mind a két irány benne van a pakliban. Így egyelőre nem is időznék itt tovább, nem szeretek találgatni, türelmesen megvárom a jelzéseket, és majd kiderül, hogy melyik lesz az adott irány. Így megyünk is tovább, szokás szerint ugye dollár, japán és CHF párokkal kezdünk, úgyhogy vágjunk is bele. Az első dollár párunk nem más, mint a GBP USD. Itt is ugye azt láthatjuk, hogy a múlt hét igazából a visszatesztekről szól, hogy áttörtük nagy lendülettel ezt az utolsó legmélyebb hetes gyertya szintet, de nem tudott szint felett maradni az árfolyam. Itt is ugye a nagy kérdés, hogy szint fölé tudunk-e zárni a hétvégére, vagy pedig jövünk tovább lefelé, és esetleg itt egy kis fordulós alakzatban, ABCD alakzatban lejön újra az árfolyam. Itt ugye elég közel van az előző időszaknak a hetes szintje, tehát itt türelmesen megvárnám egyértelműen, hogy mi fog történni. Nem biztos, hogy ez egy jó időszak lenne a kereskedésre, ha csak a hét elején esetleg valami oknál fogva nem zárunk egy szép nagy momentum napos gyertyával a szint fölé, akkor azt mondom, hogy lehet rövid távon kereskedni, viszont arra érdemes figyelni, amit ezt már nagyon sokszor elmondtam, amíg nincs lezárt zöld fordulós gyertya a szint felett vagy szint környékén,
addig hosszú távú folyamatok nem lesznek. Tehát, hogyha lesz is esetleg olyan hír, ami felfelé vinni az árfolyamot, ott mindenképp csak rövid távon érdemes kereskedni, mert simán visszajött az árfolyam még egy visszateszre a hét második felében. Tehát ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy ahol nincs lezárt zöld hetes fordulós gyertya, vagy esetleg piros, ha short irányról beszélünk, addig nem szabad hosszú távon gondolkozni, tehát mindenképp csak rövid távon lehet kereskedni, ha esetleg megfelelő gyertyaformációk jönnek, és a hírek is támogatják az adott irányokat. Ezek a mozgások általában egy-két napos kereskedésre szoktak alkalmasak lenni, ilyenkor nem kell nagyon foglalkozni a célárazással, ha profitban vagy, gyorsan le kell zárni, el kell tenni, és majd a következő hosszabb menetekre újra be lehet szállni. Így ezt a párt most nem jelölném meg, mert nincs szép fordulós lezárt alakzatunk, de majd, hogyha lesz idő, akkor esetleg visszatérünk rá, és megnézzük a kisebb idősíkon, hogy milyen technikai kép alakult ki, de addig, amíg nincs egyértelmű jelzés, hogy felfelé vagy lefelé megyünk, addig tulajdonképpen úgy sincs értelme kereskedni ezen a páron. Így már lapozok is tovább, még pedig az euró-USA dollárra. Itt viszont annyi a különbség, hogy nagyon szépen elindult az árfolyam felfelé. Itt a különbség a két pár között tulajdonképpen, hogy itt már az idei év legmélyebb pontjáról pattant fel az árfolyam, míg a GBP-USD-nél még jóval lejjebb van az idei év legmélyebb pontja, úgyhogy meg kell várnunk, hogy itt mi fog történni. Ha esetleg úgy alakulna, hogy a GBP-USD nem tud a szint felé zárni, akkor ott további lejtmenet jöhet, ugye akár a tavalyi év legmélyebb pontjáig, ami azt jelenteni, hogy itt komoly dominancia különbség lehet az euró és a GBP között, ha minden így marad. Itt pár héttel ezelőtt a szintek környékén, a hetes szint környékén be tudtam lépni, és egyelőre nem volt okom kiszállni, mert elég szépen elment az árfolyam, és nem volt olyan mély visszatesz, ami esetleg kiüthette volna a stoppomat. Be vagyok húzva nullába, tehát a legrosszabb, hogy kistoppolodok nullába, tehát nincs veszteségem, és továbbra is várom felfelé az árfolyamot, hogy esetleg megcsinálja ezt a havi szintünket, és majd innen kiderül, hogy hogyan tovább. Tehát ezzel a kötéssel egyelőre nincs dolgom, hagyom futni, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a végkifejlet. Így megyünk is tovább, NZD-USD a következő. Itt ugye nagyon szépen visszatesztelt az árfolyam a havi szintünkre, ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy türelmesen várjuk meg ezeket a visszateszteket, mert a legtöbb esetben mindig lesz visszateszt, és amikor fontos havi vagy hetes szint környékén járunk, akkor ez fog történni. Itt ugye szépen alakul ki az első kis csúcsunk, erre majd be lehet húzni majd egy trendvonalat, és itt fog eldőlni, hogy a hold zónából esetleg törünk kifelé és megyünk felfelé, vagy pedig újra lejövünk lefelé. Mivel zöld lezárt fordulós gyertya itt sincs még, ezért, hogyha lesz is lehetőség a kereskedésre, mindenképp csak rövid távban érdemes gondolkozni. És akkor utolsó dollár, párként ausztrál dollár, USA dollár. Itt azt láthatjuk, hogy a múlt heti hetes gyertya nagy lendülettel vissza is jött a hetes szint alá, tehát nem tudta megtartani ezt a szintet. Ugye itt is a nagy kérdés, hogy vissza tudunk-e zárni a héten akár a szint fölé, vagy pedig további lejtmenetre lehet számítani. Ugye itt van még a tavalyi év legmélyebb pontja, ide akár simán lejött az árfolyam, hogyha esetleg rossz hírek jönnek, mivel a héten fontos, ugye dollár hírek is lesznek, és fontos ausztrál hírek is lesznek. Meglátjuk, hogy melyik irány lesz a mérvadó. És itt ugye volt egy kérdés és a Discord csoportban azzal kapcsolatban, hogy hogy használom a trendvonalat, és mikor mozgatom át. Ugye egyrészt ilyenkor ritkán szoktam behúzni még a trendvonalat, de látjuk, hogy megtört a trend, tehát elindult felfelé az árfolyam, kialakított egy újabb csúcsot, én ilyenkor át szoktam mozgatni erre a csúcsra, amikor kialakul az első csúcs, és itt fog eldőlni, hogy mi lesz az irány. Ezt azért jó ilyenkor átmozgatni, mert egyértelműen jelezni fogja, hogy szint fölé zárunk esetleg, és törik a trendvonal, és megyünk tovább felfelé, vagy pedig esetleg egy visszateszt után innen lefordul az árfolyam, újra sérül a hetes szintünk, és tulajdonképpen megyünk tovább lefelé, és a trendvonal segítségével ezt nagyon könnyen utána meg tudjuk állapítani, de mindenképp kell egy első csúcs, egy visszatesz, ahhoz, hogy át tudjuk mozgatni a trendvonalat, és itt fog eldőlni ebben a zónában, hogy mi lesz az adott időszak iránya. Tehát a dollárpárokon egyelőre nincsenek lezárt szép fordulós alakzatok, és mivel fontos hírek jönnek a héten Amerikából, ezért mindenképp óvatosan bánnék a dollárpárokkal egyelőre. Így megyünk is tovább, és keresünk a szép egyértelmű jelzéseket. Jöhetnek a japán yen párok, most a dollár japán yennel kezdünk. Itt ugye már erről beszélek egy ide, hogy felérkezhetünk a tavalyi év legmagasabb pontjára, és úgy néz ki, hogy ezzel a héten meg is fog történni. Újabb legmagasabb pontra ment a mai napi gyertya, és itt vagyunk tulajdonképpen az előző évnek a legmagasabb pontjánál. Ez egy nagyon szép tiszta csárt, nagyon szép tiszta menettel, és ezek azok a folyamatok, amiket érdemes megfigyelni, ezek a csúcsok és a magasabb csúcsok és a magasabb völgyek kialakulása, ezek jelzik tulajdonképpen a trendirány, és ugye az alapelmélet ez, hogy amikor egy előző csúcs sérült, annak a visszatesztje után lesznek a jó belépők. Itt ugye nagyon sokszor még lefordulhat az árfolyam, és jöhet egy M-betűs alakzat, vagy egy oldalazós sáv, ezért nagyon érdemes figyelni, hogy mindig az előző időszaknak a csúcsait kell figyelni,
és hogyha itt esetleg volt egy belépő, tehát ha valaki mondjuk itt a szinte környékén belépett, első körben mindenképp csak ideig kereskednék, mert itt nem tudjuk, hogy mi fog történni, és nyilván látjuk a jelzéseket, hogy zöld gyertyáink vannak, sérülnek a szintek, nincs piros gyertya, és áttörtük ezt az előző időszak szintjét, akkor lehet tovább benne maradni, viszont ha látunk itt szép fordulós alakzatokat, akkor itt érdemes kiszállni a szinteknél, megvárni a következő visszatesztet és az abból való elindulást kereskedni. Tehát erre nagyon érdemes figyelni, hogy a csúcsok, völgyek váltakozásánál hol vannak jó belépése, és meddig szabad első körben kereskedni. Mivel itt már felérkeztünk a tavalyi év legmagasabb pontjára, tehát fontos éves szintre érkezett az árfolyam, és nincs igazán korrekció, tehát itt volt a korrekció, egy nagyon pici kis korrekció, és itt is ugye látható volt, hogy az utolsó legmagasabb hetes gyertya szintje nem sérült lefelé, itt megvoltak a napos kis fordulós gyertya, és ilyenkor lehet felfelé menni tovább. Ilyenkor már nem érdemes ezen a páron kereskedni, megvárjuk, hogy itt a szintek környékén mi fog történni. Itt ugye volt egy havi szintünk, ami a tavalyi év legmagasabb havi gyertyának a legmélyebb pontja volt. Itt ugye bejöttünk ebbe a sávba, ami azt jelzi, hogy továbbra is felfelé várom az árfolyamot. Itt viszont, hogyha ez egy újabb legmagasabb pontra megy, tehát átszúrja ezt a szintünket, akkor lesz egy újabb havi gyertya szintünk, és ezt a vonalat majd a feljebb kell vinnünk a hónap végén, úgyhogy erre majd érdemes lesz figyelni, hogy rendezzük át ezeket a szinteket, és ha látjuk, hogy új legmagasabb pontokra ment az árfolyam, akkor követni kell az árfolyam mozgásokat ezekkel a szintekkel. Így ezen a páron már nem nagyon kell kereskednünk, így megyünk is tovább, GBP Japánnak következő. Itt ugye pár héttel ezelőtt volt egy nagyon szép kis belépő, volt egy nagy momentum gyertya, sérült a hetes szintünk, a trendvonalunk, és elindulhatott felfelé az árfolyam. Ugye egyrészt lehet kereskedni, ahonnan lejött az árfolyam, tehát az előző időszak legmagasabb pontjáig, és itt van egy 8 évvel ezelőtti, tehát ilyenkor fel kell menni a nagyobb idősíkokra, mert hogyha látjuk azt, hogy több évre visszamenőleg a környéken nincsen szint, amihez esetleg viszonyíthatnánk, akkor bizony vissza kell menni a nagyobb idősíkra, és megnézni, hogy hol van egy következő szint, és itt igazából egy 8 évvel ezelőtti havi szintet tudtam azonosítani, tehát ide várnám föl első körben az árfolyamot, amit ha ezt megcsinálja, egy nagyon szép kis menet lesz. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a lehetőségeket időben azonosítsuk, mert hogyha elindul az árfolyam, és nem lesz egy jó darabig visszateszt, akkor azokban a párokban nehéz lesz belépni, és itt nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy itt a legmagasabb áron kezdenek el vásárolni, utána jön több nap, több hét visszateszt, és utána ülnek a mínuszban akár napokig, tehát ezért nagyon fontos, hogy értsük a folyamatokat, és utána, hogyha elindult, és lemaradtunk, akkor keresnünk el egy másik lehetőséget, nem szabad a piac után futni. Így ezzel a kötéssel egyelőre nincs teendő, megyünk tovább az euró japánjára. Itt is fut még a pozícióm, ezt is nagyon szépen időben el tudtam csípni. Itt volt ugye egy fontos hetes szintű, és látható, hogy hány héten keresztül, bár itt volt egy nagy leszúrás, megcsinálta a havi szintet, és aztán el is indult felfelé az árfolyam, és itt most már láthatóan nagyon szépen több hete fut az árfolyam. Itt volt egy fontos fibó szint, egy 88-as fibó, ezt is megint a havi szinten kellett behúznom, az utolsó nagy lejövetelre a Fibonacci-t, mert nem voltak a közelben szintek. Ilyenkor ugye van a fibó szint 88, és itt van egy fontos éves szint is, egy 15 évvel ezelőtti legmagasabb pont. Ide várnám fel az árfolyamot. Itt is már több hete megy az árfolyam, és nincs benne visszateszt. Tehát ezért mondtam, ha itt nem csipjük el időben, akkor utána már nagyon nehéz lesz belépni, és nem tudjuk, hogy mikor lesz visszateszt. Itt már feljebb sokkal nehezebb lesz belépő találni, és sokkal kisebb lesz a visszateszt. Ezáltal egy nagyobb hír, akár hogyha be is rakjuk a mélypontra, simán kistopolódhat. Ezért nagyon fontos, hogy itt kell a szinteknél kell keresni a belépőket, nem pedig amikor már elindult a folyamatunk. Egyelőre itt is szépen fut a pozíciónk, be van húzva a nullába. Én innentől kezdve nem is nagyon szoktam mozgatni a stoppot, mert a céláramat így is úgy is ki fogom ülni, meg fogom várni, nincs jelentősége, és így legalább van tere a piacnak mozogni, esetleges visszatesztek esetében. Tehát itt egy újabb belépőre szintén várni kell, így már megyünk is tovább, NZD Japán a következő. Itt viszont ugye szépen elakadt az árfolyam az idei év legmagasabb pontjára, nézzük csak, még már háromszor megtesztelte, viszont itt akár könnyen ki is törhet az árfolyam, hogyha esetleg így marad. Itt is nagyon szépen megvan ez a W alakzatunk, de láthatóan most már háromszor megtesztelte ezt a szintet, tehát itt mindenképp kellene, hogy egy egyértelmű szinttörés, visszatesz, és az abból való elindulás. Itt is fel lehet menni a havi csártokra, meg lehet nézni, hol van a következő szint, amit esetleg érdemes lesz figyelni célárként. Mivel itt is fontos éves szintnél vagyunk, nincs lezárt fordulós gyertyánk, nincs szintörésünk, úgyhogy ezt a párt egyelőre nem bántjuk. És utolsó japán párként, ausztrál dollár japán. Itt ugye továbbra is fut a kötésem, és ugye ez volt a kihívás a Discord csoportban is, hogy ki meddig bír benne maradni ebben a folyamatban. Itt ugye már majdnem felszúrt az előző időszak legmagasabb pontjára, de ezt még nem csinálta meg teljesen, tehát az idei év legmagasabb pontjáról beszélünk, és ha kicsit összébb húzom a csártot, akkor láthatjuk, hogy továbbra is ide várom fel a tavalyi év legmagasabb
pontjára, és ugye, hogy többi párnál is van, ami már átvitte a tavalyi év szintjét, itt is akár további emelkedések jöhetnek, de nyilván itt meg kell várni, hogy az előző év időszakánál megtorpani az árfolyam, vagy pedig szignifikánsan átviszi majd. De a lényeg, hogy ebben van még potenciál, és itt jön be a pszichológia, hogy ki meddig bír benne maradni egy ilyen kötésben, és ki bírja ülni az ilyen visszateszteket úgy, hogyha a belépési szintre visszajön az árfolyam. Ezt nagyon nehéz, főleg kezdőként megcsinálni. Itt, ha most beúsztam volna a stopot a nullába, már kiszedett volna, és nélkülem menne tovább az árfolyam, és ezt kell bírni mentálisan. Én hiszek a rendszerembe, és türelmesen kiüldöm ezeket a folyamatokat. Volt olyan is a Discord csoportban, aki nagyon ügyesen már itt a szintek alatt be tudott lépni, és egy szép menetet el tudott kapni, és esetleg itt kiszállt, az nagyon szép profittal tudott zárni, ez is egy jó megoldás, tehát mindenkinek a saját habitusához, személyiségére kell szabni ezeket a dolgokat, és hogyha profitban vagy, akkor kiszállhatsz, nincs jelentősége, és majd egy következő visszatesznél újra beszállsz. Én ezért szeretem az ilyen hosszú távú kereskedéseket, mert hogyha nincs is lehetőség minden héten kereskedni, de hogyha van meglévő pozíció, ami szépen fut, szép profitban, akkor legalább megvan az az érzés, hogy kereskedem, és nincs annyira kereskedési kényszerem. Tehát a japán párok közül még talán ezen a páron a visszateszt utáni kereskedés működhet, viszont itt sincs még egyelőre ugye lezárt hetes gyertyán, tehát itt még jöhet csapkodás, és itt ebből még nem biztos, hogy hosszú távú elindulás lesz, úgyhogy itt mindenképp óvatosan bánik a kereskedése, de megyünk tovább, még pedig a CHF párokra, USA dollár CHF-fel kezdünk. Itt ugye múlt héten a Discord csoportban rengeteget beszéltünk erről, hogy igazából mit lehet itt csinálni, vagy érdemes-e csinálni. Egyelőre az látszik ugye, hogy hold zónán belül vagyunk, nincs forgalom, de viszont a héten fontos dollárhírek jönnek, és meglátjuk, hogy ez milyen irányú elmozdulást hoznak. Tehát innen még simán újra lefordulhat még egyszer az árfolyam. Csinál lett egy általában felszólít a trendvonalhoz, és innen a trendvonalról egy ilyen kis dupla csúcs formából újra lefordulhat, de az is benne van a pakliba, hogy megyünk tovább felfelé, tehát meg kell várni egyértelműen itt a szinttöréseket. Itt ugye a múlt heti hetes gyertyából látszott, hogy igazából a szint felett akar maradni az árfolyam, de ez önmagában még nem garancia, amíg ez a hold zóna nincs kitöltve, és nincs egyértelmű jelzés, hogy áttörjük ezt a trendvonalat és megyünk tovább felfelé, akkor akár az idei év legmagasabb pontja is lehet a célár. És akkor ebből akár lehet egy ilyen ABCD alakzatba, hogy feljön az árfolyam újra erre a szintre, de türelmesen meg kell várni még a jelzéseket, tehát most még egyelőre biztos, hogy nem keresnék itt belépőt. Ettől függetlenül azért érdemes megfigyelni, ezt azért megjelölhetjük, mert ugye fontos havi szint felett jár az árfolyam, és közel lehet akár egy kitörési állapothoz, hogyha minden így marad, és továbbra is a havi szint felett tud maradni az árfolyam. Jó, megyünk tovább, következő párunk GBP-CHF. Itt is ugye nagyon szépen a múlt hét miről szólt, visszatesztről. Itt van ez a kis altrendvonalunk, meg van egy főtrendvonalunk, és nagyon szépen áttörtük ugye két héttel ezelőtt ezt a hetes szintet, vissza is teszteltük, és ezek azok a folyamatok, amiket türelmesen ki kell várni, ezeket nem tudjuk megmondani előre, hogy meddig megy el az árfolyam, de amikor megjön a visszateszt a szintek környékén, itt is azért még egy elég komoly hold zóna van, amit érdemes kitöltenie, megvárni, úgyhogy itt még mindig csak rövid távon érdemes és gondolkozni, egyrészt azért, mert még ugye nincs lezárt zöld hetes fordulós gyertyák, és igazából itt ilyenkor csak rövid távon lehet gondolkozni, és az előző szintek, előző csúcsok sem törtek még. Viszont a héten több hír is jön GBP párokon, ezért ezt is megjelöljük, mint lehetőséget. Itt ugye most már azért nézem, mint lehetőség, mert már a hetes szint felett vagyunk, volt egy shortos gyertyánk, egy visszatesztünk, és ilyenkor alakulhatnak ki szép rövid távú kereskedések felfelé, még hogyha nem is zárt le a hetes gyertyánk, úgyhogy ezt a párt majd azért megnézzük. Tehát alapvetően én ezeket a folyamatokat keresem, hogy szint felett legyen az árfolyam, legyen egy diszkontáram. Amikor meglátom azt, hogy a piros gyertya nem jön testtel a szint alá, akkor megyek a napos csártra, és itt az alakzatokat figyelem, hogy hol tudok esetleg akár rövid, vagy akár hosszabb távon majd belépni. Jó, megyünk tovább a következő pára, Euro CHF. Itt ugye azt láthatjuk, hogy már nem sok hiányzik, hogy megcsinálja ezt a hetes szintünket, a tavalyi év legmélyebb gyertyájának a legmagasabb pontja, és itt nagyon szépen ugye a hetes szinttől a hetes szintig való kereskedés nagyon jól működik, és erről beszéltem a múlt héten is, ugye, hogy itt már én nem nagyon keresnék belépési lehetőséget, mert itt nézzük meg, jönnek a nagy leszúrások, csapkodások, itt a trendvonal környékén mindig jönnek ezek a kis csapkodós időszakok, mielőtt esetleg el tud indulni, attól függetlenül, hogy most esetleg itt van egy szép kis formáció, ez már nem lesz igazából jó risk-reward alány, mert ide be kéne tennem a stoppomat, és itt van közel a szint. Ugye benne van a pakliba, hogy esetleg átviszi, de ezt nem tudjuk előre. Mi van akkor, hogyha innen újra lefordul az árfolyam, és csinál egy nagyobb, mélyebb visszatesztet. Tehát ezért érdemes mindig a szinteknél keresni a belépőket, és nem amikor már majdnem megcsinálta a célárunkat. Ezeket a kereskedéseket itt el kell engedni, mert itt lehet elveszíteni a legtöbb pénzt.
Így már megyek is tovább a következő pár, ami nem más, mint az NZD-CHF. Na ez már egy érdekesebb történet, itt is ugye elindult szépen a visszateszt folyamatunk, és ha tartósan a 7-es szint fölött tud maradni az árfolyam, akkor továbbra is ugye ide a trendvonal környékére és ide a havi szint környékére várnám fel az árfolyamat, ami egybeesik ugye a tavaly év legmélyebb pontjával is. Itt is ugye egy dupla aljat látunk most, ez egy nagyon szép kis belső nyakvonal, itt van még azért hold zóna, amit ki kéne tölteni, és utána lenne ebből esetleg egy nagyobb elindulás, hogyha ezt a nyakvonalat tudná törni. Ugye a trend abból áll, hogy előző csúcsok, völgyek sérülnek, megtörténik a visszateszt, és az abból való elindulás lesz majd az igazán jó kereskedés, de nyilván esetleg, hogyha itt már lesznek a szint környékén jelzésértékű belépők, akkor be lehet lépni, és türelmesen kivárni a visszateszteket, és utána akár egy nagyobb menetben is részt tudunk venni. Mivel itt is a 7-es szint fölött jár a zárfolyam, és lassan elkészülnek a visszatesztek, és itt elég nagy távolság van ugye a 7-es és a havi szint közötti kereskedésre, ezért ezt is megjelöljük, mint lehetőséget, hogy avval tisztában vagyunk, hogy itt még nincs lezárt fordulós gyertyánk, tehát mindenképp csak rövid távú lehetőséget keresünk, és az sem biztos, hogy a héten ebből lesz jó belépő, de minden esetre, mivel szint felett vagyunk, és megvannak a visszatesztek is lassan, ezért érdemes erre a párra figyelni, lemenni a napos csártra, és ott hagyni a csártokat, és utána már esetleg akár egy kis alt-trend vonalat ide behúzva megnézni, hogy ki tud-e törni az árfolyam felfelé. És akkor utolsó CHF párként Ausztrál dollár CHF. Itt is ugye nagyon szépen ráült az árfolyam, tehát a múlt hét az semmi másra nem szólt, mint a visszateszről. Itt már ugye újra megcsinálta a havi szintet, és innen fordult le az árfolyam, tehát itt pattog az árfolyam ezen a szinten, és itt ugye láthatjuk, hogy van egy nagy esőtrendű, és egyelőre egy ilyen hold zónában jár az árfolyam. Itt is megvan a kis dupla aljunk, megvan a kis belső nyakvonalunk, tehát igazából itt azért még van egy közelebbi 7-es szintünk is, tehát itt meg kell várni türelmesen, hogy mi fog történni. Itt most egyelőre pingpongozik az árfolyam, itt tehát megint csak rövid távon lehet gondolkozni, de mivel itt is ugye nagyon szépen ráültünk a szintre, ezért ezt is megjelöljük, és megnézzük, hogy van esetleg rövid távú lehetőség a kereskedésre, mivel a héten azért fontos adatok jönnek ugye Ausztráliából is, két napon keresztül is, úgyhogy erre majd érdemes lesz figyelni szintén. Sajnos egyelőre olyan lehetőségről nem tudtam beszámolni, ahol már szép lezárt fordulós gyertyánk van, tehát akár egy hosszabb folyamat is elindulhatna, viszont itt azért van több olyan pár, ahol esetleg befejeződhet hamarosan a visszateszt, és akár rövid távon lehet majd egy-két jó kereskedésünk a héten. Ezzel a főbb devizapárakkal meg is vagyunk, átmegyünk a vegyes csártokra, megnézzük, hogy esetleg ott több lehetőség van egy kialakulóban, így folytatás következik a vegyes csártokon. És majd itt is vagyunk az arany 7-es csártyán. Ugye itt a múlt heti 7-es gyertyában látszik, hogy lefordult az árfolyam, nem tudott tartósan a 7-es szint felett maradni. Ettől függetlenül ugye 7-es szinttől 7-es szintig lehet kereskedni, és erről beszélek mindig, hogy vagy a szint környékéről, vagy esetleg kicsit átvéve a szintet, nagyon sokszor lefordul az árfolyam, megcsinálja a diszkontára. Itt a nagy emelkedésben ugye több héten keresztül nem volt diszkontár, de előbb-utóbb mindig lesz diszkontár. Ez az én diszkontáram. És hova jött vissza az árfolyam? Gyönyörűen a havi szintre. Tehát ezért működnek jól ezek a szintek, mert itt keresem majd utána a belépési lehetőségeket. Nyilván itt is ugye most ezzel a szakasszal kell, hogy foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy kellene itt is egy első láb, feljövünk a 7-es szintig újra, megteszteli, visszajön egy kicsit, ez a mélypont már nem sérül, ide behúzom a trendvonalat, és az abból való elindulás lehet majd egy következő menet, és akkor egy A, B, C, D alakzatban akár feljöttünk itt is ugye az idei év legmagasabb pontjára. Hallom ilyenkor, amikor többen azt mondják, hogy hú, hát én nem akarok ennyit várni, én minden mozgásban benne akarok lenni, és ha elindul felfelé zárfolyam, és megjelenik egy zöld fordulós gyertya, akkor én ott belépek. Lehet így is kereskedni, de akkor tudni kell nagyon pontosan, hogy meddig kereskedsz, de nem biztos, hogy ezek risk-reward arányban megéri, mert ugye stopot valahol ide kéne tennünk, hogy ne üsse ki mondjuk egy fontosabb hír, és aztán tulajdonképpen még az egy az egy risk-reward sincs meg igazából, tehát én ezért nem preferálom ezeket a kereskedéseket, hanem türelmesen megvárom a folyamatokat, és csak ott kereskedek, ahol minden feltétel adott. Ugyanis a kereskedés pontosan erről szól, hogy türelmesen kivárjuk, nem géppuskások vagyunk, hanem mesterlövészek, és csak a jó célokra lövünk. Mivel itt még nincs lezárt 7-es gyertya, ilyenkor még bármi megtörténhet, ami a hét elején még jól néz ki, az a hét második felére nem biztos, de az is benne van a pakliba, esetleg ha olyan hírek jönnek, akkor nagy lendülettel elindul az árfolyam, és akár a héten megcsinálhatja ezt a 7-es szintet is. Ha marad még idő, akkor majd gyorsan erre is ránézzünk, hogy milyen technikai kép alakult ki. Viszont addig megyünk tovább, még pedig az indexekre, DAX-szal kezdünk. Itt ugye azt láthatjuk, hogy elindult felfelé egy kis emelkedés, és igazából nem sok hiányzik, hogy megcsinálja ezt a havi szintünket. Itt ugye egyelőre
nincs diszkontár, tehát nincs úgy, mint az aranynál is, hogy megvártuk a nagyobb menetet, hogy lejön az árfolyam, és legyen egy komolyabb diszkontár, tehát itt is vagy menjen fel valameddig, jöjjön egy komolyabb visszatesz, és az abból való elindulás lehet majd kereskedni. Itt is ugye van egy kereskedési sávunk, tehát itt is ugye most az első lábban még kialakulóban. 61-76 környéke, az valószínűleg ez a zóna lesz, itt ugye megvárnám a visszatesztet, és ebből lesz majd a nagyobb menet felfelé. Meglátjuk, hogy zajlik ez le, de egyelőre most még ezen sem kereskednék. Így már megyek is tovább, mégpedig a Nasdaqra. Itt viszont elég komolyan belendült az árfolyam. Ugye a két héttel ezelőtti nagy momentum gyertya az visszazárt a havi szint fölé, és a múlt heti gyertya már visszazárt a hetes szint fölé is. Itt is ugye ez a gond ilyenkor, hogy itt már nincs igazán jó stop helyszín, nézzük meg, igazából nem volt semmilyen visszateszt, tehát türelmesen megvárjuk, hogy elmegy még valameddig, legyen egy komolyabb visszateszt, és az abból való elindulás lehet majd kereskedni. Itt is ugye továbbra is a tavalyi és a két évvel ezelőtti legmagasabb pontra várom fel az árfolyamot, és jó eséllyel ez a következő menetekben meg is csinálhatja majd. Tehát ebben még van potenciál, mire felérkezik a tavaly és a két évvel ezelőtti legmagasabb pontra, viszont kellenek a visszatesztek a jó belépésekhez, ehhez viszont türelmesen ki kell várnunk még. Nézzük, mi a helyzet az S&P 500-nál. Itt is hasonló a technikai kép, itt is le vagyunk maradva egy kicsit, itt is várnék egy kis második lábat, egy kis visszatesztet, ide be lehet húzni majd a trendvonala, és itt ebből a hold zónába való kitörés után egyrészt ugye hetes szintig lehet kereskedni, utána van a két évvel ezelőtti legmagasabb hetes szintünk, és ugye tavalyi és a két évvel ezelőtti legmagasabb pont lesz majd a hosszú távú célár, tehát ez semmi más, mint tulajdonképpen egy emelkedő trendnek a korrekciója volt a visszatesztje, mivel előző csúcsokat törtünk vissza, és innen fordult az árfolyam, és továbbra is az irány felfelé tart. Mivel itt is fontos havi szint környékén jár az árfolyam, ha itt is tartósan vissza tudunk zárni, akkor egy következő visszateszt után akár itt is jöhetnek jó belépési lehetőségek. Tehát az indexekre egyelőre nem nagyon kell foglalkoznunk, de azért érdemes figyelemmel kísérni őket, hogyha meglesznek a visszatesztek, akkor itt is jöhetnek majd jó belépési lehetőségek. Így megyünk tovább, még pedig a GBP-AUD, GBP-NZD, EURAUD, EURNZD párokra, ezek viszont már sokkal izgalmasabbak lesznek. Jó, GBP-AUD-dal kezdünk. Itt ugye a múlt héten a Discord csoportban elég komoly téma volt ez a devizapár is. Itt ugye még arról beszéltem a hét elején, hogy ugye shortos irányban vagyunk, mert áttörtük a havi szintet, meg a hetes szintet is, és ugye erről beszélek mindig, hogy türelmesen meg kell várni, hogy legyen egy egyértelmű jelzés, hogy mit is akar üzenni a piac nekünk. Jövünk tovább lefelé, vagy pedig áttörve a hetes szintet és a havi szintet visszazárunk újra a szintek fölé. Amíg ezek egyértelműen nincsenek meg, addig itt nem szabad kereskedni, mert itt forgatják meg a legtöbb kereskedőt, azt hiszük, hogy most már short van, és aztán bekötünk, és utána kis topolódunk, vagy pedig esetleg longban gondolkozunk, mert azt gondoljuk, hogy ez egy dupla aj, és közben meg jön tovább lefelé az árfolyam ABCD alakzatba. Amíg nincs egyértelmű jelzés, nézzük meg, itt sem maradtunk le még semmiről, de ez egy nagyon szép kis fordulós alakzat, és ugye erről is beszéltem, hogyha ez a mélypont nem sérül, akkor tulajdonképpen, és ha visszaszárunk ide a szintek fölé, akkor ebből további emelkedés várható. Úgyhogy ezt mindenképp megjelöljük, mert ez egy szép kis formáció, és tulajdonképpen én ezeket a formációkat keresem. Ezekből kevés van, és pont ez a lényeg, hogy ezért kell csak azokra a párokra koncentrálni elsősorban, ahol ezek a feltételek adottak már. Itt még van egy pár szint, amit le kell küzdeni az árfolyamnak, de hogyha meglesznek a visszatesztek, és tartósan a szint fölött tud maradni az árfolyam, akkor ebből további emelkedés lehet, és ugye a hosszú távú célár az az idei év legmagasabb pontja lesz, de nyilván ebben még lesz egy-két kanyar, mielőtt esetleg ez az árfolyam el fog jutni idáig, de megyünk tovább, még pedig a GBP-NZD-re. Itt is hasonló a technikai kép, itt ugye még benne volt a pakliba, hogy simán lefordulhat még egyszer az árfolyam, és egy ABCD alakzatban jövünk tovább lefelé, de egyelőre úgy tűnik, hogy tartja magát ez a szint, mihez fontos havi szint is, meg hetes szint is, és ezek azok a bizonyos fordulós gyertyák, amik jelzési értékűek. Ezek nem belépés egyből, hanem ez azt jelenti, hogy újra irányba állhat az árfolyam, és ha a szint felett tud maradni tartósan, akkor itt a hold zónában való kitörés után itt is jöhet egy szép kis menet felfelé. Itt is ugye ABCD alakzatban mehetünk a hetes szintig, ugye lejövetel, kereskedési sáv, és első láb ABCD alakzata. Tehát ez lesz az első lábú. Ez körülbelül a 76-os Fibó környéke, csak érdekességképpen ráhúzom, kíváncsi vagyok, meg ezt kitörlöm innen, ez ne zavarjon, és nézzük meg, hogy esetleg ez melyik Fibonacci, és nézzük csak meg pontosan a 76-osra. Ennyire működik a szintek. Tehát én ezért nem használom már Fibonacci-t, mert tudom azt, hogy a szintek meg az alakzatok meg lesznek előbb-utóbb. Itt is nagyon szépen az 50-es Fiborról lefordult, és ezek a Fibor szintek tudnak segíteni minket, tehát amikor megvan az első lefordulásunk, meg lesz a diszkontárunk, utána látjuk azt, hogy hol van a következő célár, és a 76-os Fibor egy az egybe egybeesik ezzel a 7-es szinttel.
Ezek azok a szép folyamatok, amiket keresek, és nézzük, hogy hány hét kell neki, mire ebből lesz egy jó kereskedés is. Ezt kell megérteni kereskedőként, hogy itt ebben a csapkodásban, a fölleljövetelekben nincs értelme kereskedni, mert ezek nem tervezhetőek. De amikor ez elindul, az az árfolyam, akkor egyrészt sokkal tovább benne tudok maradni, itt a szintek környékén egy szűk stoppal meg tudom próbálni, és utána egy nagyobb menetben részt tudok venni, és sokkal könnyebb a kereskedés, főleg kezdőként, mentálisan is, és sokkal nagyobb a sikerélmény is. Jó, nézzük, mi a helyzet az eurpárokon. Eurouddal kezdünk. Itt ugye még nagyobb volt a lendület, itt már a szint fölé is zárt az árfolyam. Itt is ugye megvan a kis fordulós gyertya, és nézzük meg, hogy a trendvonal milyen szépen tartotta magát. És ugye erről beszéltem, hogy itt volt még, amikor pár héttel ezelőtt itt járt az árfolyam, hogy kell az a bizonyos második láb is, megcsinálta. Hát meg hát. Tehát itt is lejött az árfolyam, meg volt az első láb, második láb, és itt van a momentum fordulós gyertya. Nyilván vannak olyan szituációk, amikor ekkora a lendület, akkor lehet, hogy majd a kisebb időségen a második lábból el lehet indulni. Ilyenkor arra érdemes figyelni, hogy amikor megvan a második láb, és látjuk, hogy szignifikánsan nem sérült, lemegyünk a napos csártra, és itt a napos fordulós gyertyákat a szint alján keressük. Tehát ilyenkor már ugye nehezebb belépni, mert túl nagy volt a gyertya, de hogyha ezeket időben észreveszünk, akkor egy egész szűk stoppa itt a napos fordulós gyertyákban, amik meg is voltak itt, ezeket le lehet kereskedni, és lehet akár szintől szintig kereskedni, ha pedig átviszi, akkor mehetünk tovább itt is az idei év legmagasabb pontjáig. Tehát itt már ugye nem annyira lesz jó belépő, mint mondjuk a GBP Aud vagy a GBP NZ esetében, mert ott még most indul a folyamat. Azért ezt is meg lehet jelölni, mint lehetőséget, és aztán már meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni belőle. Megyünk tovább, mégpedig az EUR-NZD-re. Itt is hasonló a technikai kép, itt is ugye nagyon szépen a múlt heti hetes gyertya visszazárta a hetes szintig, és itt is ugye a szinttörésre várunk, itt is akár majd be lehet húzni egy trendvonalat, itt jött egy kis csapkodás, még mielőtt esetleg elindul az árfolyam. Ugye azt se felejtsük el, hogy a héten Ausztráliából fontos adatok jönnek, ami akár az NZD párokra is kihathatnak, de ettől függetlenül ugye, ha megnézzük a lehetőségeket, akkor egyértelműen látszik, hogy a GBP Aud és a GBP NZD-ben van nagyobb lehetőség, de ez nem jelenti azt, hogy esetleg itt rövid távon nem lesz majd egy jó kis belépési lehetőség. Viszont elsősorban azokra a párokra érdemes koncentrálni, amikben nagyobb a lehetőség is, ugye fontos GBP adatok is jönnek, tehát hogyha jó adatok jönnek, akkor ott azért nagyobb elmozdulásra lehet majd számítani, és ott sokkal nagyobb távolság van a szintek között, ami érdemes kereskedni. A jó hír, hogy itt a vegyes csártokon azért van egy-két lehetőség kialakulóban, főleg a GBP-ot, GBP-NZD-re gondolok, de megyünk tovább, nézzük meg, milyen helyzet az AUD-NZD-nél. Itt is ugye nagyon szépen visszatesztelte az árfolyam, és ezek azok a bizonyos diszkontárak, amikről mindig beszélek, ugye, hogy kell egy-két hét legalább, vagy egy-két hét, hogy megcsinálja a diszkontárat, áttörjük egy fontos szinte, annak a visszatesztje megtörténik, és ha meg lesz a zöld fordulós gyertya, akkor akár itt is el tudunk indulni, és egy ABCD alakzatban itt is nagyon szépen ugye az idei év legmagasabb pontjára, és erre a havi szintre várnám fel az árfolyamot. Itt ugye meg kell várnunk még a fordulós alakzatot, de ha helyten esetleg jó hírek jönnek, akkor akár itt is időben be lehet majd lépni, és akár egy kisebb stoppal meg lehet próbálni, hogy működik-e a kereskedés. Érdemes ezt a párt is megjelölnünk, mert ez egy szép formáció lehet, és ebből szép elindulások, hogyha időben be tudunk lépni. Tehát látható, hogy itt azért a vegyes csártokon egyértelműbbek a belépők, sokkal tisztábbak a folyamatok, de megyünk tovább, mégpedig a CAD párokra. USA dollár, kanadai dollárral kezdünk. Itt ugye továbbra is fut a pozícióm, nézzük meg, milyen szépen időben el tudtam kapni. Az idei év legmélyebb pontjáról pattant fel az árfolyam, és ugye éves szintől éves szintig kereskedünk, és jó esélye most itt is megjött a fordulós gyertya a múlt héten. Tehát akár további emelkedés jöhet, és a cél továbbra is a tavalyi év legmagasabb pontja lesz, hogy ott mi fog történni, azt nem tudom, de egyelőre, hogyha ezt végig tudom ülni, akkor tulajdonképpen ez egy nagyon szép kis menet lesz. Hiába van itt nagyon szép fordulós gyertya, fontos szintek környékén jár az árfolyam, ugye az idei év legmagasabb pontjánál, és nézzük meg, 1-2-3-4 hete tulajdonképpen egy ilyen inside baron belül vagyunk, és ezért nagyon nehéz ilyenkor itt már kereskedni, ilyenkor már sokkal nehezebb a belépőt megtalálni. Itt még ugye voltak folyamatok, ahol esetleg be lehetett lépni, itt is ugye áttörtük a havi szintet, szépen visszatesztelt, meg volt a fordulós gyertya, és el is ment a hetes szintünkig, pontosabban az éves szintünkig, és igazából itt is ugye megvoltak a folyamataink, tehát itt még esetleg egy jó belépő lehetett volna, mivel az ABCD alakzat második lábába tudunk belépni, de itt már igazából sokkal nehezebb lesz kereskedni, ilyenkor már én biztos, hogy nem erőltetném ezen a páron a kereskedést, és inkább a szép, tiszta, egyértelmű belépőket keressük. A következő párunk a GBP CAD, itt is fut már egy ideje a pozícióm, itt a szinteknél sikerült megint időbe belépni, és most már 1-2-3-4. Hete fut a pozíció, áttörtük a havi szintet, és ugye elértük az elsőleges
célárat, ezt a 7-es szintet. Itt van egy korábbi 7-es szintünk is, a tavalyi év legmagasabb gyertyának a legmélyebb pontja, tehát ebbe a zónába várnám fel az árfolyamot, és akkor ez lesz a lejövetel első lába tulajdonképpen. Ide, hogyha ráhozunk egy Fibonacci-t, akkor ez nagyjából valószínűleg 76-os környéke lesz, és akkor meglátjuk, hogy itt megyünk tovább felfelé, vagy valahol lesz esetleg egy komolyabb visszatesz, és az abból való második elindulás lesz még egy nagyobb menet, a tavalyi év legmagasabb pontja, nyilván itt van még az idei év legmagasabb pontja is, de a hosszú távú célár az a tavalyi év legmagasabb pontja lesz. Egyelőre itt sem keresnék belépőt, ugye a lényeg mindig, hogy a folyamatokat várjuk meg. Ha itt lekéstünk, akkor várjuk meg türelmesen a folyamatokat, hol akad el, utána megvárjuk a visszatesztet, és az abból való elindulást tudjuk majd újra kereskedni. Itt ebben a kis menetekben, már csapkodásokban nincs értelme beszállni, mert egy nagyobb hír bármikor a stoppunkat ki tudja szedni. Így van, lapozok is tovább a következő pár, ami nem más, mint az eurókat. Itt is ugye nagyon szépen időben el tudtam csípni a belépőt, itt a szint környékén. Itt is kirajzolódik az a gyönyörű W alakzat, és mindig a W alakzat második lábánál jönnek meg ezek a forgalmak, és nagyon sok esetben ekkora lendülettel, és nehéz lesz ilyenkor már belépni, ezért nagyon fontos, hogy itt a szintek környékén próbáljuk meg elkapni a folyamatot, és igazából, hogyha itt már megy felfelé zárfolyam, nincs benne egy piros gyertya sem, nincs komoly visszateszt, tehát lehet, hogy meg kell várnunk, hogy eljön a zárfolyam idáig, lehet, hogy itt lesz még egy kisebb visszateszt, és a második menetre még be lehet szállni az idei év legmagasabb pontjáig. Tehát mindig a folyamatokat kell megvárni, a fordulásokat, a visszateszteket és az abból való elindulásokat. Ha lemaradtunk, akkor meg kell várni a következőt. Itt már ne akarjunk belépni, mert itt nem lesznek jó stop helyszínek, és egy komolyabb hír, egy visszateszt bármikor ki tudja szedni a stopunkat, még hogyha mélyebbre is rakjuk. Tehát a többsége már jól elment a belépésekhez képest, úgyhogy megyünk tovább, ez idék ad a következő. Itt is ugye elindult folyamataink vannak, de itt igazából egy hold zónán belül vagyunk, nincs lezárt fordulós alakzatunk, tehát itt még jöhet csapkodás, oldalazás, és aztán kiderül, hogy itt a szintek felett tud-e maradni az árfolyam, és megyünk tovább felfelé. Itt akkor lenne érdekes a dolog, hogy ez a belső nyakvonal tudna sérülni, abból való visszatesz, akár visszatesztelhetjük az áttört trendvonalat, és abból lesz majd utána a nagyobb menet felfelé. Amíg ez nem történik meg, meg lehet nézni a kisebb idősíkon, hogy milyen alakzatok vannak, de nincs lezárt zöld fordulós gyertyán, így még akár simán jöhet egy újabb visszateszt. Itt is a jó belépő, ebben a fordulós gyertyában, itt a 7-es szint környékén volt, megcsinálta az elsőleges célárat, és most várunk a következő komolyabb visszatesztre és egyértelmű jelzésekre. Addig viszont megyünk tovább, és akkor utolsó katpárként ausztrál dollár, kanadai dollár. Itt is ugye fut még a pozícióm, hál' Istennek itt még időben be tudtam lépni egy napos gyertyában, és ilyenkor jó eséllyel ki tudom ülni ezeket a visszateszteket, hogy első körben nem tudta átvinni a havi szintünket. Itt ugye tavaly év mélypontjáról pattant fel az árfolyam nagyon szépen, és most tulajdonképpen azt kell megvárnom, hogy át tudja vinni ezt a havi szintet, és az abból való elindulás lehet akár egy nagyobb menet. Ide is ugye be lehet húzni majd egy nagy trendvonalat, és igazából most már ezt akár át is mozgathatjuk ide, és megnézzük, hogy hogy néz ki ez a folyamat. Itt ugye most már van egy kis csúcsunk, tehát ilyenkor át lehet mozgatni, és itt fog eldőlni, hogy megyünk tovább felfelé, és ugye itt a hold zónából oldalazva ki tud törni, vagy pedig innen még egyszer újra lefordul az árfolyam. Nyilván, amíg itt sincs fordulós gyertya, lezárt 7-es fordulós gyertya, akár a szint felett, a zóna az igazi, utána lehet esetleg gondolkozni valamiben, de ez nem jelenti azt, hogy rövid távon ne lehetne kereskedni, bár itt ugye ez a havi szint ez elég közel van, tehát itt jöhetnek még csapkodások, oldalazások, és mindig ugye itt a trendvonal alatti ez a kis oldalazós, kis embetűs alakzatokat kell figyelni, mert ezekből jöhet majd a kitörés, de ezeket általában előtte ki szokta tölteni. Bár itt a katpárokon nem tudtam szép lehetőséget beazonosítani, azért látszik, hogy a GBP és az euró elég komolyan elment az NZD és az AUD-hoz képest, tehát ez a két pár ez még le van maradva, ami azt jelentheti, hogy előbb-utóbb ezek a párok is elindulnak, tehát mivel 7-es szint felett vagyunk, mindenképp érdemes figyelemmel kísérni, és itt a diszkont ára, amikor befejeződik, amikor kialakulnak az alakzatok, utána lesz egy újabb, nagyobb menet, és esetleg addig óvatosan lehetnek kereskedni, esetleg rövid távú egy-két napos kereskedésekben lehet csak gondolkozni. És utolsó párként euró GBP, ez is nagyot ment az elmúlt időszakban, itt a múlt heti 7-es gyertya elég komolyan felpattant, méghozzá erről a 7-es szintről, és itt is itt voltak azok a bizonyos napos fordulós gyertya, itt viszont látszott az, hogy egyértelműen felmegy az árfolyam, tehát nem volt igazából itt már második láb, mert akkora volt a lendület, de itt vagyunk ugye egy fontos 7-es szintnél, a tavaly év legmagasabb gyertyának a 7-es szintjénél, tehát itt ugye lejövetel van, van egy első lábunk kialakulóban, ez majd valahol elakad, lehet, hogy át is töré, lesz egy komolyabb visszateszt esetleg, és folytathatja az útját felfelé, ami azt jelenteti, hogy esetleg egy darabig még marad az euró dominancia a GBP-vel szemben.
Itt is a következő jó belépőre megint várni kell, és arra érdemes figyelni, hogy mindig a piros gyertyák utáni váltakozások azok lesznek a jó belépési lehetőségek. Tehát amikor látunk azt, hogy áttörtünk egy szintet, visszateszteljük, akkor itt a szintek környékén le kell menni a napos csártra, és megvárni a napos jelzéseket, és itt akár szűk stoppal be lehet lépni, és akkor a következő szintig lehet kereskedni, mivel itt most még nincs egyértelmű szintörés, itt akár jöhet több hét oldalazás, mielőtt esetleg újra eldönti, hogy merre akar menni az árfolyam. Ezzel a vegyes csártokkal is megvagyunk, túl sok lehetőséget itt sem tudtam azonosítani, de itt talán több tiszta lehetőség van, mint mondjuk a főbb devizapárokon, főleg a GBP-ut, GBP-NZD és Euro-ut, Euro-NZD párokra gondolok. Itt elsősorban ezekre koncentrálni, úgyhogy visszamegyünk a főbb devizapárokra, megnézzük a megjelölt lehetőségeket, és megnézzük még esetleg egy-két plusz párt, amiben lehet rövid távú kereskedés, így folytatás következik a napos csártokon. Az első párunk a GBP/USD, bár ezt nem jelöltem meg, de beszéltem róla, hogy esetleg lemehetünk a kisebb idősíkra, és megnézzük, hogy mi történik. Ugye az előbb a heves csáton arról beszéltem, két lehetőség van, vagy szignifikánsan átvisszük ezt a hetes szintet, és megyünk tovább felfelé, vagy ez esetleg egy kisebb visszatesz, itt szórakozik egy darabig az árfolyam, és innen egy ABCD alakzatba lefordul, és lejövünk a korábbi hetes szintre, akár így is megtörténhet a dolog, de meg kell válnunk nyilván a héten kívül híreket, és ugye ami nagyon fontos, a visszateszteknél ugye ez a kereskedési sávunk. Ha tegyük fel, ez most ez a szint nem sérülne már lefelé, akkor ugye mindig itt is meg kell várni, hogy első láb, erről beszéltem a múlt héten, tehát csak azért, mert itt van egy zöld fordulós gyertya, és átítjük az utolsó legmélyebb napos gyertya szintjét, ez még nem lesz belépő. Mert mi van akkor, hogyha ez csak egy napig megy, utána fogja magát is lefordul, és megyünk tovább lefelé. Tehát mindig kellenek a megerősítések. Akár visszajöhetünk ugye erre a szintre is, az előző hónapnak a legmagasabb pontjára azt visszatesztelheti, ha szint fölé tud maradni tartósan az árfolyam, akkor ide előbb-utóbb be lehet húzni majd egy trendvonalat, kialakul az első csúcs, amivel össze tudjuk kötni a legmagasabb pontot, ahonnan lejött az árfolyam, és utána a hold zónában való kitörést kereskedjük. Tehát mindig ezt az alakzatot keressük, lejövetel, első láb, második láb szint fölött maradunk, fordulós gyertya, trendvonal behúz, és utána mehetünk újra felfelé. Tehát látni kell a csártokon, látni kell a szinteket, látni kell az alakzatokat, tehát csak azért, mert most van egy kanócos gyertyánk, és ennek a szintje a mai napi gyertyában sérült, ez nem biztos, hogy jó belépő lesz még. A következő pár, amit megjelöltem, ugye az az AUD hiapályán volt, hogy megnézzük a folyamatokat, hogy hogy néz ki. Ugye ebben a nagy gyertyában én beléptem, beraktam a stoppomat a szintek alá, nyilván itt az elején kicsit mélyebbre raktam, mert hosszú távban gondolkozok, de amikor felszálló ágban szállunk be, tehát nem a diszkont árba szállunk be, hanem még a szintörés utáni felszálló ágba, akkor azzal számolnom kell, hogy az árfolyam vissza fog jönni ugyanoda, ahol beléptünk. Itt két lehetőség van, vagy egy 3-4 napos kereskedésben csinálsz egy kis profitot és elteszed, és utána esetleg megvárod a diszkontárat, és a következő menetbe újra biztonságosan belépsz, egy kisebb, szűkebb stoppal, vagy pedig kiülöd ezt az egész folyamatot. Ezt mindenkinek magának el kell döntenie, hogy mit bír lelkileg, és hogy milyen hosszú távon akar gondolkozni. Itt ugye mire vigyelni kell az ilyen diszkontáraknál, hogy csak azért, mert van egy zöld fordulós gyertyánk, az nem jelenti azt, hogy utána egyből el is megy az árfolyam felfelé. Mi van akkor, ha csak visszateszteli ezt a két hónappal ezelőtti legmagasabb pontot, és utána egy ABCD alakzatba lejön egy mélyebb visszatesztre. Ez is benne van a pakliban. De nyilván az is benne van, hogy elmegy az árfolyam felfelé, utána itt is lesz egy kis visszatesz, és utána megyünk tovább felfelé. Úgyhogy ilyenkor érdemes lemenni a kisebb idősíkra, míg a H4-re, innennél lejjebb nem nagyon látom értelmét menni, és itt ugye látjuk magát az alakzatot, hogy hogy is néz ki a folyamat, és itt ugye mit látunk? Itt még nem látjuk azt a bizonyos ABCD alakzatot, van egy lejövetelünk, ugye elindult felfelé az árfolyam, most itt valaki beszáll, utána jön még egy visszatesz, és itt ül a mínuszban, behúzzuk a trendvonalat, és utána tudunk elindulni felfelé, ha újra törik ez a szint. Tehát ezeket a folyamatokat kell türelmesen megvárni, hogy meddig megy el az árfolyam, itt akár elmehet eddig a nyakvonalig, lehet, hogy ezt elsőre nem fogja eltűnni, kicsit megszúrja, visszatesztel, és utána a második menetbe lehet belépni majd. Itt sokan elkövetik azt a hibát, hogy látják a napos csárton, hogy a piros gyertyák után megjöttek a zöld fordulós gyertyák, és akkor egyből belépnek, csak nem várják meg az alakzatokat, és ugye beszállnak, lehet, hogy egy napig még megy felfelé az árfolyam, szépen pluszba is van, majd utána jön két nap visszateszt, és utána fog esetleg egy fordulós gyertya kialakulni, és megy tovább a naposom, és aki nem várja végig ezeket a folyamatokat, az itt beszáll, utána megy egy napig pluszba lesz, és utána két-három napig, vagy akár egy hétig is lehet, hogy ül a mínuszba, mire kialakul az újabb fordulós alakzat a napos csárton. Ezért mondom mindig, hogy ezeket a folyamatokat türelmesen ki kell várni, mert akkor így elkerülheted ezeket a hibákat és a mínuszban üldögélést.
Jó, megyünk tovább, mégpedig a CHF párokra, ugye több párt is megjelöltem, vagy amit érdemes figyelni. USA dollár CHF-fel kezdünk, ugye ez már egy szép kis formáció kezd itt kialakulni. Lejövetel, első láb, második láb, nézzük meg hány napja nem történik semmi, és lehet, hogy rövid távon lesz egy kis felpattanás, és idáig lehet mondjuk kereskedni, de ezt a belső nyakvonalat elsőre nem fogja átvinni, innen még egyszer lefordulhat az árfolyam, és lehet, hogy még itt szórakozik egy darabig, mielőtt a nagyobb menetre elindul. Én azt nem mondom, hogy itt esetleg nem lehet majd egy-két napig kereskedni, de ezek igazából nem nagy risk-reward arányú kereskedések. Ha esetleg valakit egy szűk stoppal megpróbálja, akkor jó esetben egy 1-1 risk-reward kijön. A kérdés csak, hogy tényleg megéri-e belépni, vagy megvárni esetleg innen egy újabb visszatesztés, és az abból való nagyobb elindulást kereskedni inkább. Már egy jó ideje nincs komoly forgalom ebben a devizapárban, de ez nem jelenti azt, hogy itt a héten kívül híreknek köszönhetően esetleg nem lódul meg az árfolyam, de amikor azt látjuk, hogy ennyire toporog az árfolyam fontos szint környékén, és csak itt táncolgat, akkor meg kell várni az egyértelmű jelzéseket, amikor megjönnek a momentumok, és lehet, hogy még ez időbe fog telni, itt még elszórakozik egy darabig, mire ebből tényleg egy jó kereskedés lesz, és el tudunk indulni felfelé. Ugye a rövid távú célár az előző és a két hónap ezelőtti legmagasabb pont lesz, de nyilván itt egy egynapos kereskedés jöhet esetleg, hogyha jó hírek jönnek Amerikából. Itt kell hagyni a napos csárton, és meglátjuk, hogy mikor jön meg a forgalom, addig viszont megyünk tovább. Ugye beszéltük, hogy GBP-CHF-re is ránézünk, itt is ugye nagyon szépen visszatesztelte a hetes szintünket, és tulajdonképpen most a mai napi gyertya, azt mondhatnánk, hogy ez egy fordulós gyertya. De itt is ugye pont ez a lényeg, hogy megvárjuk a folyamatokat, visszateszt és az abból való elindulás. Itt még ugye egy fontos trendvonal zónájában vagyunk, tehát itt még bármeddig elszórakozhat az árfolyam, és itt van a közelben ugye az előző hónap legmagasabb pontja is, tehát ide lehet, hogy rövid távon feljön az árfolyam, itt még egyszer megtorpan, itt a trendvonal környékén jön egy újabb visszateszt, és a második menetben lehet majd csak felmenni. Nem tudjuk, hogy fog ez lejátszódni, de a lényeg, itt is türelmesen ki kell várni a folyamatokat. Ha most itt lemegyek a H4-re, akkor azt látjuk, hogy igazából most alakul ennek a visszatesznek az első lábacskája. Tehát ez itt valameddig fel fog jönni, itt valahol elakad esetleg, és utána egy kisebb visszahúzódás után be lehet lépni rövid távon. De ezek még mindig csak rövid távú kereskedések. Viszont a folyamatokat itt is türelmesen ki kell várni, és ez a lényeg az egészben, hogyha ezt megvárjuk itt türelmesen, nyilván lesz olyan, amikor egybe elmegy, akkor azt elengedjük, de előbb-utóbb akkor is lesz egy visszatesz valahol, csak lehet, hogy akkor nem itt, hanem kicsit feljebb. De a lényeg, hogy a visszateszteket mindig türelmesen ki kell várni. Jó, a következő párunk NZD-CHF. Itt is ugye alakul egy szép kis visszateszt, de még nem tudjuk, hogy ez az utolsó legmélyebb gyertyánk vagy sem. Itt is ugye van egy dupla aljunk, de mindig egy szakasz kell néznünk. Tehát utolsó lejövetel, annak az első lába, és itt van most a második láb kialakulóban. Ide be lehet húzni egy trendvonalat, és amíg ez a trendvonal nem sérül, itt nem kereskedünk. Itt még simán lefordulhat még egy körre, és eloldalazhat, mielőtt esetleg elindul. Tehát én mindig szeretem megvárni ezt a bizonyos heves mozgásokat, még egy leszúrást esetleg, mert az jelezhető, hogy utána felpattanhat az árfolyam, de addig, amíg a trendvonalunk itt nem sérül, itt sem értem-e belépni. Látszik, hogy egyáltalán nincs forgalom, nincs momentum, tehát ilyenkor nem kereskedünk. Nyilván a délutáni amerikai piacnyitás hozhat mozgásokat, ezért nagyon fontos megvárni, hogy a nap végi gyertya hogy zár, mert mi van akkor, hogyha fogja magát és leszúr ide még egyszer, és csinál egy újabb mélypontot, és ugye itt már be akarunk lépni a reggeli órákba, nem várjuk meg a délutáni piacnyitást, és már mínuszba is ment a pozíció, és itt hova rakunk stoppot, ide rakunk stoppot, tehát ez nem túl jó stop helyszín. Itt, ha megvárjuk türelmesen a folyamatokat, akkor amikor látjuk azt, hogy itt elindul, itt már trendvonal sérül, akkor itt már egy szűk stoppal meg lehet próbálni. Ennyi az egésznek a lényege, hogy megfelelő folyamatokat kivárjuk, és akkor szűkebb stoppal nagy biztonsággal tudunk kereskedni. És akkor megnézzük az utolsó CHF párunkat, itt is hasonló a technikai kép, nézzük meg, ez az igazi diszkontár, amikor több napon keresztül pirosan jön lefelé, és utána nagyon szépen ráül a szintünkre, vagy a szint környékén próbál fordulni. Itt is ugye ugyanez a folyamat, megvárjuk ennek a szakasznak, tehát most ez a rövid távú kereskedési sávú, és igazából itt is ugye első láb, második láb, behúzzuk a trendvonalat, és az ebből való kitörés kereskedjük. Itt még ebben a hold zónában, itt még nagyon sok minden történhet, mielőtt ebből egy jó belépő lesz. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a folyamatokat tényleg ki kell várni, és hiába tart ilyen sokáig, itt ezt kereskedni nincs sok értelme, mi van itt, hogy a következő gyertyában már fordul is az árfolyam. Akkor már gyönyörűen ki is toppolódunk, hogyha egy nagy gyertyával elindul, és ezt nem tudom tervezni, mert nem tudom, hol lesz a vége. De amikor látom azt, hogy itt már leállt a szintre, nagyon szépen fordult,
akkor itt már jó eséllyel, hogyha meglesznek ezek a folyamataink, akkor itt egy szűk stoppal már utána később tudok majd próbálkozni. És ez a folyamatnak a lényege, hogy a tervezhető kereskedéseket kell keresni, nem pedig minden egyes mozgásba benne lenni, a felmenetelben is, meg az interni visszajövetelekben is, mert ezek nem lesznek jó kereskedések. És mivel itt egyik páron sincsen lezárt hetes fordulós gyertya, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy egy-két napig megy felfelé, itt lehet, hogy esetleg mondjuk, ha valaki belép, akkor most egy vagy két napig még esetleg egy kis profitra szertesz, de nézzük meg, ez nincs egy az egy risk reward sem jó esetben sem, tehát ez nem lesz jó kereskedés, utána fogja magát, visszajön, és a hetes gyertya lehet, hogy egy nagy kanócos gyertya, meg egy kis testtel, de egy fordulós gyertyába fog végződni. És amíg ezt nem látom, hogy ez most fordulós gyertya lesz, vagy mi a helyzet, addig tulajdonképpen itt hosszú távú folyamatok nem fognak elindulni. Tehát jó esetben ez egy vagy két napos kereskedések tudnak összejönni, de ezek nem jó risk-reward arányú kereskedések lesznek. Ezeket a kereskedéseket azok fogják erőltetni, akik a kereskedési kényszerüket próbálják kielégíteni, de ezek nem lesznek jó kereskedések. Aztán nem értik, hogy miért nem jönnek az eredmények, miért nem tudnak sokáig benne maradni a pozícióban, azért, mert akkor kereskednek, amikor nem kellene. Tehát itt a főbb devizapárokon azt láthatjuk, hogy a múlt héten szépen elindultak a visszatesztek, és erről beszéltem, hogy lehet, hogy eltart két hétig, mire ebből esetleg egy jó belépő ki fog alakulni. De ezeket türelmesen ki kell várni. És most tulajdonképpen a lejövetelek megtörténtek, most hiányzik még az a folyamat, amikor az ABCD alakzatban megcsinálja ezt az első-második lábot ebben a kis kereskedési sávban, és utána lesznek jó belépők, de a legjobb, hogyha megvárjuk a hetes fordulós gyertyákat, és utána keresünk majd belépőket, mert azok lesznek a nagyobb menetek. Tehát jelenleg így állunk itt a főbb devizapárakon, tehát alakulnak a folyamataink, de a belépésre még várnunk kell. Így át is megyünk a vegyes csártokra, és ott megnézzük, ahol megvannak a szép fordulós alakzatok, ott mire lehet számítani, így folytatás következik a vegyes csártokon. Itt is vagyunk a vegyes csártokon, és az arany napos csártyával kezdjük, bár ezt nem jelöltem meg, csak hogy lássuk a folyamatokat. Itt is ugye még a múlt héten arról beszéltem, hogy ha szint felett tud maradni az árfolyam, akkor mehetünk tovább felfelé, de én szeretem mindig a nagyobb visszateszteket, erről is beszéltem, hogy ez gyanúsan kicsi visszateszt volt, és igazából aki belépett, berakta ide a stopot, már ki is stopolódott. Ezért érdemes türelmesen megvárni, hogy mutassa meg a piac, hogy merre akar menni. Ha erre akart volna menni, akkor láthatunk volna egy nagy emelkedés, előbb-utóbb abban lenne egy visszateszt, mivel előző hónap szintje kellett, hogy sérüljön, és az abból való elindulás lehetett volna kereskedni. Viszont, ha megvárjuk és látjuk azt, hogy lefelé jön az árfolyam, ebből lesz majd a diszkontárunk, tehát ez a folyamat fog kialakulni, akkor itt most a szint környékén, ha ez tartja magát, akkor felvárnám ide a hetes szintre, itt kialakul az első csúcs, visszatesz, behúzzuk a trendvonalat, és a hold zónából való kitörés után szint is sérül, meg a trendvonal is sérülne, és akkor be lehet lépni. Amíg ez nincs meg, addig nem lehet kereskedni, és ezeket a folyamatokat türelmesen ki kell várni. Tehát itt egyelőre nem nagyon kell még kereskednünk, így megyünk tovább, mégpedig a GBP-AUD, GBP-NZD, EURAUD, EURNZD, úgyis ezeken a párokon voltak meg igazán azok a fordulós alakzatok, amiről mindig beszélek és keresek. GBP-AUD-dal kezdünk. Itt ugye azt láthatjuk, hogy a múlt heti hetes gyertyában szint fölé tudott zárni az árfolyam. Sokan itt már megint keresnék a belépőket, és nyilván értem, hogy itt a dupla ajból esetleg elindulhat az árfolyam, de itt azért vannak még szintjeink, amiket le kell küzdeni, és ebből még lesz egy-két kanyar, mielőtt esetleg a hosszabb távú folyamat el tud indulni. Itt is ugye most csak zöld gyertyákat látunk, itt látunk egy kis megtorpanást, tehát vagy elmegy egy darabig még az árfolyam, és esetleg itt a nyakvonal környékén mondjuk lefordul újra, amíg nem lesz diszkontár, nem jön egy újabb visszateszt, addig itt nem lesz jó belépési lehetőség, tehát türelmesen meg kell várnunk, hogy meddig megy el az árfolyam, honnan fordul le, honnan lesz a nagyobb visszateszt, utána átmozgatjuk ezt a trendvonalat erre a csúcsra, és az ebből való kitörést tudjuk majd kereskedni. Itt most még egy emelkedő szakaszban van az árfolyam, és nem tudjuk, hogy most jön egy visszateszt, vagy esetleg megyünk tovább felfelé, tehát a folyamatokat kell megvárni, és a fordulásokat keresni, és az abból való elindulásokat. És amíg itt nem lesznek piros gyertyák, addig itt nem lesznek jó belépési lehetőségek sem. Viszont ezt a párt mindenképp érdemes figyelemmel kísérni, mert jöhetnek jó kereskedések, mivel megvan a hetes fordulós alakzatunk is, és ezekből van nagyon kevés, és általában megfigyelhettük, ezt a módba is visszamegyünk, megnézzük, akkor láthatjuk, hogy azok a kereskedések működnek jól, ahol már megvan a hetes lezárt fordulós gyertya, de ez nem jelent mindig azonnali elindulást is, a kisebb idősíkon még lehet egy jó pár kört csinál, mielőtt esetleg el tud indulni maga az árfolyam, de erre a pár azért mindenképp érdemes lesz figyelni.
Jó, megyünk tovább, mégpedig a GBP-NZD-re. Itt is nagyon szépen alakul a technikai kép, lejövetel, megvan az első láb, megvan a második láb kialakulása, és itt ezen belül is ennek a szakasznak ABCD alakzatban jön fel az árfolyam. És ugye mindig erről beszéltem, hogy a csúcsoknak sérülni kell szignifikánsan. Sokan kérdezik, hogy honnan tudom, hogy mikor lesz a jó belépő, és mikor lesz a hosszú távú folyamat. Azért tudom, mert türelmesen kivárom, hogy itt csak rövid távon lehet kereskedni. Tehát tegyük fel, hogy itt most valahol ebben a gyertyában beléptem volna, akkor lehet, hogy ez most egy pár napig megy felfelé, de itt lehet, hogy simán elakad az árfolyam, tehát csúcsig kereskedünk, mert megvolt a diszkontárunk, és az első láb ABCD alakzatát kereskedhetjük, és lehet, hogy feljövünk idáig. De itt még simán elakadhat az árfolyam. Ebből akkor lesz hosszú távú kereskedés, amikor lesz egy vagy fals kitörés, vagy itt a szint környékén még egyszer visszatesztelődik a trendvonalunk, és az ebből való elindulás lesz, amikor át tudom mozgatni újra a trendvonalamat, és egy következő csúcsra, mert attól függetlenül, hogy ezt a csúcsot nem vitte át egy előző, de egy újabb csúcs alakult ki. Tehát mindig követem a csúcsok mozgását, és a trendvonalat áthúzom akkor ide. És az ebből való elindulás nagy eséllyel már lehet a kereskedés, de itt még mindig ugye egy belső nyakvonalnál vagyunk, és általában ezeket nem szoktuk csak úgy elsőre átvinni, mindig szokott valahol jönni még egy visszateszt, és a második elindulás lesz a jó kereskedés. Erre kell odafigyelni. Tehát itt a trendvonal környékén mindenképp érdemes megvárni ezt a bizonyos csapkodós időszakot, egy egyértelmű gyertyajelzést, és utána a következő szintig, eddig a hetes szintig kereskedni. Ez lesz tulajdonképpen még a lejövetelőnek az igazi első lába, tehát egy ABCD alakzatba eljön az első láb, és akkor jön egy komolyabb visszateszt, ugye amikor már ez a belső nyakvonal is sérült, utána ennek a visszatesztje megtörténik, és ezek szoktak a nagyobb menetek lenni, és itt azért van bőven hely felfelé. A következő pár egy jó példa lesz arra, amiről az előbb itt beszéltem, hát menjünk az EUR-AUD-ra. Itt ugye azt láthatjuk, hogy itt is ugye elindult a folyamatunk, itt nem volt már második láb, hanem szépen felmentünk, mert nagy volt a lendület, de nézzük meg, felérkeztünk erre az előző csúcsra. Ez a nyakvonal részünk igazából, és innen még egyszer simán lefordult az árfolyam. És amikor ez a visszateszt megtörténik, abból való elindulás, az lesz majd a jó kereskedés. Itt még simán visszajöttünk ebben a zónába, itt ebben a sávban még visszajöhetünk ide, itt szórakozhatunk, mielőtt esetleg újra kitör az árfolyam. Tehát itt a szint környékén, tehát most egy fontos szint környékén járunk, itt jönnek azok a bizonyos heves mozgások, csapkodások, itt kell megvárni a momentum gyertyát, és az abból való elindulást, itt már utána egy szűkebb stoppal sokkal könnyebben el tudunk indulni. Itt, ha most ha belépnénk, ekkora stoppot kéne használnunk, mert itt bármikor visszajött az árfolyam, ide már nem rakhatjuk, mert simán kistoppolódunk. Tehát mindig mélypontokra rakjuk. Ezért kell megvárni, hogy itt a szint környékén mi fog történni. Tehát ha itt is jönne egy szép visszateszt, akkor lenne stop helyszínünk, utána fordulna az árfolyam, jönne egy momentum gyertya, ami áttöri a trendvonalat és a szintünket, és utána be lehet lépni. Jó, a következő párunk pedig az EURNZD, itt is ugye megvolt a fordulós alakzat, a hetes csártom, itt is ugye van lejövetel, itt már nagyon szépen megcsinálta az első lábat, nézzük meg, milyen magasra feljött az árfolyam, itt megvolt a diszkontár, és tulajdonképpen most, ha ide behúznánk egy trendvonalat, akkor ez az a zóna, ahol keresném majd a belépési lehetőségeket, szintörés utáni visszateszt. Itt jön egy kis csapkodás majd, és előbb-utóbb elindulhat felfelé. Mivel itt elég közel van már az előző havi szintünk, igazából ez már nem biztos, hogy annyira jó kereskedés lesz, de nyilván benne van a pakliba, hogy simán tovább megy az árfolyam, és akár nagyobb menet is jöhet, de elsősorban a GBP-NZD és a GBP-AUD párokon látom a szebb belépőket. Jó, megyünk tovább a következő pár, ami nem más, mint az AUD-NZD. Itt is ugye nagyon szépen megcsinálta a visszatesztet a havi szintre. Ugye múlt héten még itt járt az árfolyam, és akkor arról beszéltem, hogy ez a zöld kis gyertya, ez nem fordulós gyertya. Minden egyes visszatesztben az ABCD alakzatot keresünk, és nézzük meg, a zöld gyertya után meg is jött a fordulós gyertya, és már jöttünk is lefelé, és vissza is teszteltük a havi szintünket. Ezek azok a folyamatok, amiket türelmesen ki kell várni, mert itt, ha valaki belépett, már ki is toppolódott a következő gyertyában. Itt viszont most már szépen megvan a diszkontárunk, itt is most ugye első láb, második láb, ebből való elindulás, ide behúzzuk a trendvonalat, itt azért van egy fontos előző havi szintünk, tehát ide felvárnám az árfolyamot. Nyilván lehet esetleg olyat csinálni rövid távon, hogy esetleg itt lesz valahol egy belépő, akkor egy-két napig kereskedni, viszont itt a risk reward nem lesz jó, mert ez jó esetben egy az egynél nem lesz több, és itt még a havi szinteknél még egyszer lefordulhat az árfolyam, mielőtt esetleg ki tud törni. Tehát a múlt héten nagyon szépen elindultak a visszatesztek, viszont itt még a folyamatok hiányoznak a jó belépőkhöz, ezt türelmesen ki kell várnunk, nincs más választásunk.
Viszont ebből is hamarosan lehet egy jó kereskedés, de ezt még türelmesen ki kell várnunk, és akkor gyorsan átnézzünk még egy-két kadpár, amiről beszéltem, hogy az NZD kadnál láttuk a folyamatokat, itt is ugye 7-es szint felett vagyunk, és most csinálja ezt a bizonyos visszatesztet, de jól láthatóan itt sincs benne lendület, és itt is ugye még ABCD alakzatban simán lejött még egy visszateszt, mert ez még elég csúnyácska, nem igazi komoly visszateszt, tehát még mindenképp várnék egyfajta lejövetelt, és az abból való elindulás lehet majd később érdekes, de nyilván itt sem lesz mostanában ugye hetes fordulós lezárt gyertyánk, tehát ezeket a párokat lehet, hogy most a héten már nem bántanám. Ha megnézzük az autkadot, ott is hasonló a technikai kép, tulajdonképpen itt is megvolt a lejövetel, itt most alulról visszatesztelheti a havi szintünket, lehet, hogy jön még egy lefordulás, és lehet, hogy egy dupla ajban végződve fog tudni elindulni újra felfelé az árfolyam. Tehát ezek a gyertyák, ezek az első lejövetelek utáni zöld gyertyák, ezek nem fordulós alakzatok. Fordulós alakzat akkor lesz, amikor már a második lábban gondolkozunk, és ott jön meg a fordulás, és utána lehet esetleg kereskedni. Behúzzuk a trendvonalat, és itt a szinte környékén, nyilván attól függően, hogy itt mi fog történni, ha ezt szignifikánsan át tudná vinni, szint fölött tud maradni, akkor hold zónából kitörés után lehet kereskedni. De itt is még a folyamatok odébb lesznek. A jó hír, hogy elég sok devizapáron elindultak a visszatesztek, a rossz hír az, hogy ezek közül nem biztos, hogy a héten meg lesznek a belépők is, viszont ahol megvannak a fordulós alakzatok, mint a GBP-EUR, GBP-NZD és az EUR-EUR, EUR-NZD pároknál, ott azért érdemes résen lenni, mert akár a héten elindulhat a folyamat, hogyha olyan hírek jönnek. Ezzel a vegyes csártokon is végértünk, hál' Istennek azért vannak elindult folyamataink, amikből később nagyobb menetek is jöhetnek, úgyhogy mindenképp érdemes résen lenni, de nem biztos, hogy ezek közül a héten most ebből túl sok belépő lesz, nyilván azokra a párokra kell figyelni, ahol minden feltétel adott lesz, és csak azon szabad kereskedni. És akkor végezetül még gyorsan átnézünk a kriptovalutákra, hogy ott történt-e bármilyen érdemleges változás, aztán nagyjából fel is készültünk a hétre, így folytatás következik a Bitcoin napos csártyán. És már látható is a Bitcoin napos csártya, a multitest képest igazából semmi nem történt, továbbra is itt van a 38-as Fibó környékén, tehát vagy jöjjön egy visszateszt, vagy pedig menjen még egy darabig, és később lesz visszateszt, meglátjuk, addig amíg ezek nem történnek meg, nem lesz diszkontár sem, így nem lesz jó belépő sem. Így mellapozzak is tovább az Ethereumra, itt viszont egy nagyon komoly felpattanás történt a múlt héten, és szépen fel is szúrt ide a napos szintünkre, és nagyjából meg is csinálta ezt a csúcsunkat, nyilván még itt fel fog szúrni még egyszer, és aztán majd meglátjuk, hogy itt hogyan tovább. Itt ugye nem volt igazán komoly visszateszt, itt a trendvonalnál tulajdonképpen oldalazott egy picit az árfolyam, és aztán nagy lendülettel fel is szúrt, ezért nehezebb a kriptovalutákat kereskedni, mert ezek sokkal kevésbé tervezhetőek, itt amilyen hektikus a piac, amilyen kedve van, éppen arra megy meg akkor, de ettől függetlenül a szintek így is úgy is tartják magukat, és a célárak szempontjából ez ugyanúgy működik, csak sokkal nehezebbek a belépők, mert ez egy olyan piac, amit sokkal nehezebben tervezni, mint mondjuk a Forexet. És akkor végezetül nézzük, mi a helyzet a Ripple árfolyamán. Itt viszont elindult egy pici kis korrekció, egy pici kis visszatesz, meglátjuk, hogy ez mennyire lesz mély. Ide akár be lehet húzni egy trendvonalat, és az a trendvonal újra sérül, akkor valószínűleg itt ez a Fibó szint is sérülni fog, és akkor rövid távon lehet felfelé kereskedni. Arra érdemes figyelni, hogy itt van egy nagy lejövetelünk, és az első láb az valóban 76 környékére várnám fel, tehát ez még mindig egy nem befejezett folyamat, tehát hogyha itt lesz egy visszatesz, és mondjuk elindul felfelé újra az árfolyam, ez még mindig csak egy rövid távú kereskedés lesz. De nyilván ugye egy kriptovalutánknál ez nehezen kiszámítható, lehet, hogy simán egyben megcsinálja a teljes szintet. Itt ugye láthattuk az előbb az Ethereumnál is, hogy simán egy nagy heves mozgás, egy hír föl is viheti az árfolyamot, de ettől függetlenül, amíg itt ez a trendvonal zónája nem sérül, addig tulajdonképpen nem lesz jó belépő. Hát jelenleg így állunk, ezeket a lehetőséget látom, mind a főbb devizapárokon, mind pedig a vegyes csártokon nagyon szépen alakulnak a visszatesztek, viszont a vegyes csártokon talán több olyan devizapár van, ahol már megjöttek ezek a szép zöld fordulós gyertyák is, amik jelzésértékűek, hogy itt a közeljövőben esetleg jó belépők jöhetnek, ezekre a párokra lesz érdemes elsősorban figyelni. Viszont ha szeretné értesülni a jó lehetőségekről, akkor mindenképp érdemes csatlakoznod a Discord csoporthoz, ahol napi szinten beszélünk ezekről a lehetőségekről, fel tudod tölteni a csártokat a lezárt kötéseidről, és ki tudjuk elemezni, hogy hol követted el a hibákat, ezáltal sokkal jobban tudsz, gyorsabban tudsz fejlődni, úgyhogy mindenképp érdemes ezzel a jó kis közösséghez csatlakozni. Ezzel a mai körkép véghez is értünk, ha bármi kérdésed van a témával kapcsolatban, akkor írd meg nekem itt kommentben, kérdezz, javasolj témákat, mondj véleményt, minden elérhetőségemet megtalálod a videó alatti leírásban, és a Discord csoport linkjét is megtalálod itt a videó alatti leírásban, úgyhogy mindenképp várunk szeretettel a csoportban. Köszönöm szépen a mai figyelmet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Jó kereskedést a hétre mindenkinek, sziasztok!